Óriási mezőny gyűlt össze a 12. szenior OB-n, ami egyben a Dunakupa 7. fordulója is volt. A régi, pandémia előtti időket idéző, nagy létszámú verseny helyszíne volt a kecskeméti fürdő. Ezúttal a 25 év felettiek, a szeniorok küzdöttek egymással és a csúcsokkal. 12. fedett pályás országos bajnokság, de azért egy fontos szempont, hogy fedett pályás, mert Gyulán már több mint 40 éve rendeznek évről évre a nyitott medencébe, a nyári hónapokban országos bajnokságot. Ezt a hagyományt úgymond Gyula élvezi, és igazából ezt nem törjük meg. Viszont szerettünk volna 2012-ben egy második országos bajnokságot, ami igazából a fedett pályára érvényes, és itt Kecskeméten rendeztük meg az első fedett pályás országos bajnokságot. A 7. Dunakupa, annak pedig a 2017-es budapesti szenior világbajnoksághoz vezethető vissza, ugyanis szerettük volna a környező országokból ide csábítani minél több résztvevőt, és két évvel korábban, 2015-ben kezdtük el megrendezni ezt a Dunakupát. A Dunakupa elsődleges feladata úgymond a csapatoknak az ide vonzása, és ezért csapatbajnokságként kerül megrendezésre. Rendszeresen korábban Kecskeméten volt, illetve két alkalommal pedig Budapesten, a Tüske uszodában rendeztük meg. A fedett pályás országos bajnokság jellemzően Hódmezővásárhely és Kecskemét osztozik rajta. Több volt Kecskeméten, de Hódmezővásárhely is a korábbi években egyszer-egyszer megrendezte. A négy ország versenyzői, 47 egyesület és több mint 300 versenyző, szeniorkorú versenyző áll rajthoz. A rajtok száma az több mint 1200. A szenior úszásban a korosztályok 25 évtől kezdődnek, tehát nem csak a 20 éveseké a világ, sőt, 25 éves kortól fölfele 5 éves bontásokban vannak a korcsoportok. Idén a legidősebb versenyzőnk 84 éves. Az a nagyon-nagyon jó hír, hogy a korábbi években ezen a versenyen, vagy a Dunakupán, illetve a fedett pályás országos bajnokságon már világcsúcs is született. Országos csúcs pedig évről évre rendszeresen 5-10-15 mikor mennyi. Tehát azt gondolom, hogy a magyar szenior úszósport legjava, jeles képviselő, akik a nemzetközi porondon is rendszeresen az éves Európa-bajnokságokon vagy világbajnokságokon részt vesznek, elindulnak, és országos csúcsokat úsznak, de mondom, már korábban volt Európa csúcs is, és világcsúcs is született ebben a medencében, ezen a versenyen. Legendák és tanítványaik úsztak egymás mellett más-más korcsoportokban. Kecskemét sok szempontból a szívem csücske. Gyerekkoromban voltam itt legelőször, 6-7 évesen, és hát ide mindig szívesen jövünk. Egyébként Egerben élek, Egerben dolgozom. Egerben tanultam földrajz testnevész szakon, testnevész egyetem ELTE, egy kis külföld, egy nyelviskolát nyitottam, és hát a sok szellemi leterheltség mellett a legjobb sport az úszás. Igazából az egészség nekem már lehet, hogy fontosabb, mint az eredmény, az eredmények hajszolása, de nyilván ilyenkor az ember feltesdül, és a versenyszellem azért elkapja. Hát hetente 3-4-szer, de inkább 5-szer szeretek lejárni, leginkább az Egri strandra, ahol télen-nyáron kint lehet úszni szinte forrásvízbe, télen szinte kemikáliák nélkül egy kavicságyas medencébe, tényleg csodálatos, egy jó szauna után egy nagy úszás. Sokaknál az időeredmény sem számított, csupán a találkozás, az együttlét, és ennek remek helyszíne volt a kecskeméti fürdő.